Is. Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az és a köveket és a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. itt a White Sam, az MD Media filmes kibeszélője. Szeretettel köszöntök mindenkit! Ez itt a White Sam márciusi adása a mikrofonnál Pécsi Géza. Mai műsorunkban, amelyet még január elején rögzítettünk, pókokat kínálunk némi mutagén mérgező hulladékkal. A hatás persze nem marad el, kolosszális méretűre nőnek, és megtámadnak egy kis amerikai bányászvárost. Ezúttal tehát nyolc lábú születtek minket, a 2002-es Mérges Pókok című szörnyű játékban. Köszöntöm is mai beszélgető társaimat, elsőként Barkóci Norbi digitális tartalomkészítőt. Szia Norbi! Köszönök mindenkit, sziasztok! Ö, hogy tetszett ez a film neked? Ö, jobb volt, mint, ameri szá mint amire számítottam, nem, ö, nem hallottam még korábban erről a filmről, de, de ö, pozitívan csalódtam benne. Valamint itt van Kőgergő is, a Star Trek Rise sorozat szinkronrendezője, Szia Gergő. Hello, sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én is most láttam először a filmet, hogy megkértük, hogy nézzük meg. Én csatlakozom! Nekem nincs kellemesen csalódtam benne, de majd kifejtem miért. Mindenki kellemesen csalódott. Én nem csalódtam kellemesen, mert én már ezt mondtam Norbinak is, hogy én már elég sokszor láttam a filmet. Úgy mond, most újra nézve csalódtam, mert valahogy régen, a, lehet, hogy a régi formátumok, amiben láttam ezt a filmet, ott valahogy kicsit életűbbnek tűnt az egész, kicsit gadinak tűnt most így visszanézni. Lehet, hogy finomult a zenei, a filmizlésem is. Akkor kezdjük az elejéről. Van ez a bányászváros. Ugye ez az alap ötlet az egész filmben, hogy mérgezőnyök kerül a vízbe, amiből kivesz egy ember ki egy tücsköt, majd ezt elkezd a pótopókokkal, ezért megnőnek a pókok. Ugye volt, volt egy ilyen parallaxis adás, amikor pont a Godzilla filmmel kapcsolatban beszélgettek erről Miklósék Klaudiával és Ádámmal, hogy ilyen lehetséges, de nem nagyon van. Tehát ilyen gyorsan nem nagyon tudnának ekkora állatok kialakulni, ezért is mondanám, hogy ez a film inkább vígjáték, mint horror. Mondjuk, hogyha Nolpi téged kérdeznének, hogyha mondjuk te, mit tudom én, Debrecenbe kimenni az utcára bármilyen bevásárlóközpontba, egy, egy, ilyen látvány fogadna, hogy, hogy óriás pókok kapkodnák el, lopkodnák el az embereket, te hogy reagálnál rá? Wow, uh, hát figyelj, um, szerintem ott abban a pillanatban megpróbálnak elmenekülni. Tehát ez lenne az első, szerintem, ilyen, ilyen alapöztön, az ilyen túlélési, hogy fut, fussak a, 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 ahova csak tudok, vagy nem tudom, hogy ha autóval vagyok, akkor ilyen beszek az autóba, meg nem állok hazáig, felrohanok, családomat megfogom, berekem az autóba, és akkor egyből menekülünk el. eljöttük Budapestre. <laughs> Elmegyünk Budapestre, ahol lehet, hogy még nagyobb. Nem amúgy, amúgy szerintem inkább ilyen még, még jobban valami, valami ö, falu helyre, vagy valami a világ végig elmennék, ahol senki nincsen, ott talán nincsenek ilyen szörnyek de amúgy most így mondod, nincsen egy ilyen fix forgatókönyvem ilyen, ilyen világvége eseményre, úgyhogy amúgy jó lenne valamit csinálni, valamit betárazni néhány fegyvert itthon, mondjuk az Amerikában azért valami egyszerűbb, mint az Igen, Amerikában ez, ennek, ennek trendje van, ugye, tehát lehet ilyen, ilyen zombi apokalipszis kitet venni otthonra, meg, meg, meg több ilyen dolgot. Gergő, mondjuk te, neked van valami terved ilyen esetre? Én első körben összetojnám magamat, szerintem ott a... <laughs> Szeretem a pókukat, ha tőlem körülbelül két méterre vannak, <laughs> vagy három méterre, nem, 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 nem is simogatom őket. Nekem az első, szerintem tervem az a p***ker lenne, vagy bocsánat, egy barkácsáruház lenne, mert <laughs> ott megfelelő szerszámokkal és egyéb vegyanyagokkal fel tudok szerelkezni <laughs> a, a pókuk ellen. De ez biztos, hogy összetolnám magamat, hogyha szembe jönne egy három méteres pók. <laughs> jó falat lennék neki, jó zsíros, az biztos. <gül> <gül> amúgy, amúgy, most ugye ezekben a napokban elég sok csapadék esett le az országban, szerintem mindenhol. És uh, van egy ilyen történetem, hogy amikor ugye a, a, így, a 2022 nyara az eléggé száraz volt, és utána a szeptemberről elkezdett elég sok eső esett le egy pár nap alatt, és uh, nekem feleségem iszonyatosan fél a pókoktól. Én úgy vagyok vele, hogy most pók-pók, én el vagyok vele. Tehát a kaszás póknak is, például a kislányomnak is mondom, hogy ne bántsam, mert az aranyos úgyse fogja bántani Na mindegy. És hogy feleségem meg nagyon fél a pókoktól, és fürdőszobában ment fürödni, és elkezd csikoltozni. Mondom, mi van, mi történhetett. És bementem, és na az tényleg kemény volt. Tehát a pókot én Magyarországon még nem láttam. Tehát kb. egy ilyen 10 centi hosszú pók volt bent és ugye utána néztem, és van Magyarországon ez a cselőpók, ez a magyar tarantulának hívják, és tényleg ez iszonyatosan nagy, és még volt mögötte egy ilyen két centi hosszú fehér ilyen tojástartó, amit húzott maga után. Úristen. És olvastam, hogy pont ezek a nagy eső után szeretnek bevenni a házakba, mert elönti az üregeiket a víz. Tehát nem kizárt, hogy ilyennel fogtok találkozni de nem akarok senkit. Ne ijeszgessébe, éppen most leszek panelproliból, kettes házproli. Vettem egy házat, és most éppen a takarítottuk, olyan. hát ebből a kicsi pókokból, amik ugye a sarokban, azok a nagy uh -huh. hosszú lábú, még meg megtanulom, a a kaszás pókokból, nem tudom, még, még, még ezt még meg kell tanulnom, egy körülbelül 200 lakoltattam ki, úgyhogy a úgyhogy már egy van tapasztaltam az írtásukban. Ja, és egyszer, egyszer volt olyan, az meg apukámnak a sztoria, hogy, a, hogy volt otthon egy ugyanilyen nagy pók, és le akarta nyomni, és ugye ez egy idő után meg a hátán viszi a kicsinyeit, és rálépett, és ilyen 500 fele elszaladtak a kicsik, szóval az meg ilyen boros. <coughs> az nagyon para. Film. Na, de akkor vissza a filmhez, tehát ugye van egy alapvető katasztrófa film kellék, ugye ez az őrült rádiós srác, aki már régóta mondja, hogy itt lesz valami, és ugye kapúra jön neki ez az egész dolog, de nem nagyon lehet lebeszélni róla, hogy a marslakók jöttek. Szerintem az az ember köz valami van, valami anyagon, az így, az így, fixen hozza ezt az egész filmet. Tehát amikor ott van az óriás túl és dönti őket fölül, akkor is nyíltan vállalja, hogy ezek marslakók. Mit gondoltok erről? Igen, tehát ez a karakter, ezek a, az a földön az, az, meg volt végiglőve, meg, meg, még volt egy nagyon furcsa, ami többször így visszajött ez az, az anászonda, hogy ő már pedig őt nem fogják, és aztán annyi, annyiszor feljött, hogy úristen, tehát mint hogyha már szeretné igazából, tehát hogy azt, azt annyiszor elmondta, hogy hát ő, ő már pedig azt, az, az nem, és nem. De, de jó, jó, jó pofa karakter volt ez az ilyen kis ilyen, ő, ő szállította, talán ő volt az ügyeletes ilyen, ilyen, ilyen bohóc, vagy az ilyen vígjáték karakter, ami így, így, szokott lenni az ilyen, az ilyen horrorok, vagy horror vígjátékokban, úgyhogy hát Megtalán ő is keretes szerkezetből összefoglalta a filmet, tehát ő, ő, kezdte, ha jól emlékszek, és talán az az utolsó jelenet is, úgyhogy így, 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 ő így össze is fogja az egészet. Ez, ez, egy ez, ez, ez Josh, ez, ez, egy kicsit félelmetes ember volt nekem az elején. <laughs> az egész karakter egy egész furcsa. Mondjuk azt tudni kell, hogy alapvetően én, én nem szeretem a filmet, egyáltalán. Film volt. Ez nem, ez aranyos. Aranyos, várjál, <laughs> aranyos. Várjá, aranyos. <laughs> nem, nem volt aranyos. <laughs> ez nem volt aranyos film. A pókok, nem, szerettem a, nem szerettem a horror filmeket, és ugye amikor elkértetek, hát akkor elmondom, jó, mondom Egyszer kibírom, arachnofóbiát is egyszer láttam régen. Skifi horror, ez van ráírva. mondom, jönnek a nagy pókok, olyan nagy nem lehet, borzalom nem lehet, tényleg nem volt az. És azt tudni kell, hogy a párom szerető megnézte ezt a filmet, és mondta, hogy nézzük már meg, ez tényleg tök jó film, és tényleg tök hogy Így mondva volna, hogy ez végjáték, halljátok. De ez, ez komolyan, tehát oké, okay, skiffy horror, meg nagy pókok, meg rohangálnak, meg van egy-két véres jelenet benne, de hogyha oda vigyeztették volna mellé, hogy akció vagy skifi horror vigyáték, mert szerintem oda kellett volna, és mint hogyha az angol wikipédiában valahol láttam volna, hogy oda is tették, hogy comedy, teljesen más felütése volt így, tehát a filmnek. Kezdjük ezzel a karakterrel, ugye ezzel a néger gyerekkel úgy indítunk, hogy úristen, hát ez, ez, vagy van valami nagyon jó kis jointot szívott abba a, a, a van kocsiba, vagy nagyon jó kis jointot szív. Hogy, vagy, más. Mert, ez az teljesen, teljesen kész volt. Másik, másik ami, nekem, ami nekem nagyon tetszett végig a filmben, már kezdető fogom, amikor még picik is voltak a pokok, hangjuk volt ha, a pokukra. Igen, ezt akartam is mondani. Vinyogtak, nyávogtak, ott hívják, Én, de oh, ilyen cuki hangjuk van, ilyen kis, kis aranyos, Én, ilyen kis, mint a mókuskák. O, o, oké, aranyos, na, pókukra nem mondom azt, hogy aranyos, de, 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 de olyan, olyan nekem, nekem most egy másik uh, skifi filmre emlékeztetett, mert volt egy-két olyan hang, amit szerintem lenyúltak a 77-es Star Wars-ból, tiszta Java hangjuk volt nekik néha. Ja. Hát, kész voltam. És, és nem ezt nézted, a, kisebbeknek ilyen aranyosabb hangjuk volt, a nagyobboknak meg ilyen hörgősebb, ilyen izébb. Vajon a pókoknak van hangjuk? Tehát, hogyha ugye van ez a a TikTokon is vannak ezek a videók, amikor ugye gombákra, meg a fákra rátesz valaki ilyen csipeszeket, és akkor tulajdonképpen azoknak is van valami hangja, tehát adnak kirezgéseket És ugye a pókok is valahogy állítólag úgy kommunikálnak egymással, hogy rezgetik a szőreiket. Tehát a tarantulák azok fixen, mert ugye van nyolc szemük, vagy nem tudom mennyi, vagy több. Uh -huh. Fú, nem voltam jó természet is. 8 darab lábuk, 4 pár ha, lábuk, igen. de a szemük az Egy nem 12. tudom, szerintem az lehet, hogy több. Az még, yeah, yeah. Jó sok. <laughs> Van sok szemük. Igen. Sok. Túl sok. <laughs> meg jó sok szőrük. <laughs> sok szeme volt. Igen, igen. <laughs> Ott szerettem a pókokat. <laughs> igen, igen. A vízipók ugye, azt megtudta a keresztes póknak, tényleg annyi szeme van, amennyi szeme van mm -hmm. alapból. És amúgy erre visszatérve, engem egyszer megcsípett egy vízipók. Tudjátok, mekkora rohadt ő csíp ez a rohadék? Nem. Egy, egy tóba, tóba fűröttünk, és utána hazajöttem, és egy, az is egy ilyen csúnya nagy pók. És megcsípett. És ez ilyen, na mindegy olyanok a lába, mint a békának. Na, Josh, még ezt a karakter beszéljük át. Tehát ugye ott van az a kis ilyen, ilyen, pók szakértő srác, és ez sokat jár ehhez a Joshhoz, de Joshua. Joshua, uh -huh. igen, ő ilyen, ilyen, pióces embernek néz ki, a, ilyen, ilyen csúnya kör, milyen mucsokány kinézetű ember, aki jött így... Még az emberektől is el van vonulva, tehát itt a kis tarantul a farmon él, igen, ilyen, ilyen, különc, kis különc csávónak tűnik, gyakorlatilag csak a, csak a kis, kis haverkodik, és, és ilyen pókfarmja van. Nekem abban a jelenetben, igen, tehát ez a filmnek ugye legeleje, amikor, amikor elszabadulnak, hogy, hogyha már ilyen ő pók szakértő, meg farmja van ahhoz képest, eléggé óvatlan, tehát most ott nyitva maradt egy-kettő, meg igazából a filmnek a tempójával, tehát hogy ott, amikor egy pók kiszabadul, és ott van a hátán is, megmarja, aztán amikor ő megijed, a következő vágás, a következő snitnél már a falakon is, a plafonon van, is igen. már már 150 pók, már instant ott van, és akkor ez Oké, okay. <laughs> elég hamar eljutottunk oda. Nagyon hogy megugrott már... ez a grafikon. Az hát, a... Hát, nagyon, a... nagyon. nagyon, Összetör, mindent. Igen. Tehát Mind... ahogy próbálja leszedni a hátáról, eldől, és minden dönt össze. szaradnak szaraszait a, a, a pókok benne. Igen, igen, sem is tudom, mennyi idő telik el, azt hiszem, egy este ellik el, talán. És nem ugye tettem. a kis ráncnak már azt mondja előtt, hogy nézd meg, mekkora nőttek, mert ugye ő már akkor eteti velük azokat a tücsköket. A mutáns tücsköket. Amit kérdezte az előbb Géza, hogy, nem, hogy hangjuk lehetne, azt, az abban nem vagyok biztos, lehet, hogy igen, de nem, nem vagyok benne biztos. Az viszont tuti, hogy ha, ha arányosan megnőnének ezek a pókok, meg, meg főleg a tarantula, a, sző, a szőröcskéi azok akkor a hatalmasak lennének, hogy egy ilyen szörpamaj, szőr, szőr gojó lenne jaj. az egész állat. <laughs> úgyhogy azt, lenne, azt, 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 azt hiszem, hogy ezt tudatosan egy kicsit visszavették a, 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 a vizuális effekteknél, mert az ugye nevetségesen, hogyha arányosan megnőne, mert ez. <laughs> és hogy meg tudná, csapni az embereket a szőreivel, mint az ostorral. Beleregedne a szőrükbe. Igen, egy kicsit ilyen, az, 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 egész film tele van ilyen nagyon hát furcsa igen, karakterekkel. Igen. Tehát úgy telepakolták, hogy kezdjük a füves emberrel, kezdjük akkor ugye a pókos emberrel, akkor a 8 éves kisfiú valakinek őrülete a pókok. Igen. Na és akkor ott van a 8 éves kisfiú anyja, aki meg a, azért a Milf Sheriff, egyedülálló Milf Sheriff, aki akit ugye meg... Ja, is neki meg ugye a lánya, a Scarlett Johansson. É, ugye, é, Ashley Parker, igen, igen. Aki, meg, aki, Meg, éppen akkor, akkor válik nagy szeretne nagy válni, és akkor benne van ugye az egész, <laughs> egész filmet áthatja ez a szerelmi száll is. Tehát ezért mondom, hogy lehet, hogy nekem azért tetszett régen ez a film nagyon, mert ugye én ezt pont, pont ilyen tizen, korai tizenéves voltam, amikor láttam, és ezért hát ez nagyon jó volt, hogy vannak benne motorok, meg van benne, mit tudom én, vannak benne fiatalok, motoroznak, csajoznak, bla bla bla. És akkor van egy ilyen másik, ilyen horrorisztikus szál is. Ugye alapvető, ugye ez a bányamérnök emberke, Chris mekkornik, éppen hazafele tart, vagy hazajön valahonnan. És akkor ugye, tehát ez a szerelmi szál is végig megy az egészből, hogy ő a serifre megy rá, ő lányára, meg ez a, meg a, a polgármester fia, és akkor... Nevelt fia, nevelt fia, igen. Igen. És az egészben ott van ez a tipikus bányaváros story Amerikában, hogy már nem nagyon van bevétel, és akkor ott hozza a plázát ez az emberke. És ez, ez is végigfut az egész sztori, de nem ne, 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 menjünk ennyire előre. Ugye megismerhetjük a pókfajokat a filmben, tehát ez például nekem nagyon tetszett, hogy amikor itt Josh megmutatja az elején, tehát van egy ilyen terepszemle, hogy itt vannak a itt van a daráspók, ugye a daráspókok viszik a kaját a királynőnek, amelyik már akkor jön ki a barlangjából, és már akkor ilyen nagy akkor az ugrópókok azok ugrálnak, ugye, mert a nevükben is benne van, meg ott vannak azok a pókok, amik ilyen izé, csinálnak maguknak ilyen kis <laughs> és akkor azzal kapják el a legyeket. És ugye szerintem ez például nagyon jó, mert aki szereti a pókokat, ez ebből meg tudja tanulni. Meg, meg, egyébként utána is ugyanezeket láthatjuk a filmbe végig, tehát ugye amikor kiszabadulnak bő egy éjszaka alatt, és elkezdenek írdatlanul nőni, más dolog, hogy így megnőjnek a pókok, az nagyon sokat kéne, hogy egyenek. Mindegy, lényegtelen, ez a csodákra képes szer, amitől a sheriff bácsinak még a haja is kinő, ugye? The science fiction, tudod. <laughs> By the way. <laughs> hát a, ez a hajnövesztő és póknövesztő szer és a pókok haja nem nőtt meg, tehát na mindegy, tovább menjünk kimentek a pókok, és akkor utána van ez a fantasy, a kedvenc jelenetem egyébként a filmben, amikor a bányában vagyunk, és akkor ott van az első ilyen jelenet, amikor a pók tulajdonképpen megesz egy embert, vagy elrabol, vagy nem, nem tudom, hogy mondjam, mert ugye egy, kiderül a film végén, hogy más is történik ugye az emberekkel. Hogy a bányász akar a csőből valamit önteni, és nem jön belőle. És akkor ez, ez, a hülye jelenet, hogy ilyet nem csinálsz, tehát alapvetően nem szívsz meg egy csövet, hogyha nem jön belőle valami. Tehát ugye ezt tanuljuk, hogy akármi van, egy csövet nem szívsz meg, ha víz van benne, hanem nem, mert hogyha mondjuk víz jönne belőle, azért hat bár víz torkonyom, az sem kellemes. De ő megszívja a csövet, és akkor látszik, hogy másznak benne a pókok, és akkor így belemennek a pókok, és akkor az ominózus kinyitja a száját, és szétfutnak a pókok. Tehát ez ilyen klisé, klisé. Az, 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 ilyen jelenetek azok engem mindig így, így tőlük, szóval amikor pókok másznak ki valakinek a szájával, az a úristen, tehát hogy lát látott már az ember ennél, nem tudom, tehát, hogy mondjuk brutálisabb, vagy véresebb életeket, de, de azokat inkább megnézem, de az ilyeneknél legszorosabban elforrul, annyira kiráz a hideg, hogyha elgondolom, hogy nekem is felkelek, és az arcomon mászok, szóval az, az, az ez, ez, <laughs> de amit az elején mondtál, hogy milyen jó, hogy ott az elején igen, végül vettük a pókokat, m milyen jó is az, és ugye igen, később ugye ezek a pókokat szépen egyesével, hát <laughs> nagyban ismét találkozhatunk velük, ez, ez mindig tök a amikor filmek ilyeneket csinálnak, hogy, hogy ilyen kis előreutalás, és akkor ezt most egy kis infót itt elhintünk, igazából nem tudja néző, hogy hát most jó, hát most itt vannak ezek a pókok, de aztán később ez fontos lesz, úgyhogy ezek ezek mindig jók, amikor kicsit így így, így, összekacsintanak a nézők, meg a megállom, hogy á, hogy ezért? Á, igen, 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 igen. Tipikus felvezető jelenetek voltak ezek a, hogy, hogy ó, akkor látjuk, ugye, hogy összecsomagolja a pókica, akkor majd később elteszi, és akkor majd megeszi, ugye a pókanyuka, meg a társai, meg ugra-ugrálnak a pókok jogra balra ezek jó felvezető jelenetek, és ahogy, ah, amit mondtál, hogy ezek, tehát nekem is végig olyan volt az érzésem, hogy, sejtettem, hogy mi következik, tehát effektívan maga a film, a pók elkapja, meg jön, meg újdonságot nem mutatott semmi extra dolgot, de úgy, úgy, úgy fölkészítették az emberrel, hogy mi fog történni, de szerintem annyira nem is probléma ez, hogy ha, ha tényleg oda teszik, hogy egy picit vígjáték jellegű a dolog, akkor szerintem ez, ez, ez egy jó dolog volt, mert, én, én személy szerint, én biztos, hogy rosszul lettem volna, és a felénél a bajtam volna a filmet, hogyha én totál brutál, tényleg horror, hogy fröccsög a vér, meg, meg jó, itt is vazi volt egy-kettő, de nem olyan vészes, de ezek ilyen jó dolgok voltak tényleg, hogy felvezették, és úgy, úgy próbálták a, a, a pókoknak a motivációját is, hogy, hogy miért csinálják azt a pókok, amit csinálnak. Uh, bemutatni. azt, azt Ekkorára nőtek, hát igen, ez is egy klisés dolog volt, tudod, hogy valami miatt valami megnő, ugye elég sok filmben nőnek meg állatok szép nagyra, sokkal nagyobbra is akár, de vissza lehet nyúlni az alapfilmhez, az arachnofóbiához is, tehát az is egy uh, hasonló. Én férjesen bevallom, hogy azt így nem láttam végig, mert az viszont nálam tényleg ilyen-ilyen uh, jellegű. úgyhogy nem, nem is tudtam rávenni magamat, hogy megnézem, de én ezt, ezt azt is hittem, hogy az arachnofóbiát nézzük meg különben. De szóltam voltam készülve el. Kileg aztán mondtátok, hogy nem, ez nem az a, nem az a film. De... Igen, de valamilyen szinten szerintem. Ez a film is azért azoknak az embereknek szól, akik félnek a pókoktól. Tehát akik nem félnek, Igen. akik nem félnek, azoknak egy szórakoztató kis könnyed délután, itt a mellé való film, másoknak meg ilyen úristen, én ezt nem tudom tovább nézni, vagy nem tudom. De, de, lehet, hogy azoknak az embereknek, akik megvan, akiknek megvan ez az arachnofóbiája, azoknak meg olyan, hogy jaj, de végül is ön cukik, mert végül is. Van az a jelenet, amikor ugye a, ott vannak abban a pick az Ashley, tehát a Scarlett Johansson, meg a barátja, sokkolóban megrázza a gyereket, mert nyúkál neki, és akkor utána így, így, elhajt az autóval, és a srác fölnéz, és akkor megjelennek az ugrópókok így a dűne tetején, ott a sivatagba. Azok szerintem olyan nagyon sok azok az ugrópókok, ilyen kis kis szőrös, kis cukézek, csak mondjuk azt jobban megcsinálták volna. Tehát ez az példa, hogy most újra nézve, ez a CGI, ez elég fura volt, Tehát ez a ugrópókoknak ez az ilyen, ilyen Minecraftos, hogy <laughs> így ugrálnak, így a... milliárdos költségvetésű produkció volt. <laughs> ja. az, Hát mégiscsak, mégiscsak húsz éves filmről beszélünk egyrészt, meg megnézegettem igen a, a mekkora a dolgozt, és minden igaz 30 millió dollárból készült a film, és ebből a harmadat, a 10 millió csak a vizuális effektekre ment rá. És amúgy nem azt mondom, hogy láttam már rosszabbat, de nyilván sokkal jobbat is látott már az ember, az olyan kedvesen, kedvesen bugyuta, talán azt mondanám rá, igen, a pókokra, tehát azt az, az is egyetértek, hogy meg hát főleg a hangefekteket. Az, az Még gondolom az... másik 5 millió dollár ezek az ködőrökre, mert a film fele az a, a arról szól, hogy, hogy a motorra, meg hogy mennek jobbra-balra. Másik kedvenc jelenetem, amikor ugye átugratja az utat, vagy átugrik a kamion előtt a motorral, és ugrás közben nyom egy, azért, egy ilyen, nem tudom mi is nem, de neve annak a trükknek, amikor így lerúgja a pókot. Tehát az ugró, ugró, pókot motorral ugrás közben lerúgja a srác. Az azért nagyon vagány, tehát azt nézve egy tizenévesen, így, tizen így oh, én is ilyen akarok lenni, hogy ugrás közben lerúgok egy pókot a motorra. Tehát azért, azért meg megvolt ennek, meg volt ennek a filmnek az audienciája szerintem akik végignézték, és utána ők akartak lenni a, mit tudom én ki, Chris McCornick meg a <fér> másik srác. <laughs> Ennek nem is tudom. Igen. De, de jó. Neked azért kemény, hogy, hogy Scarlett Johansson azért adta nevét a filmhez. Neki ez ugró deszka volt. Hát igen, akkor azért még fiatalabb volt, szóval nem... Szóval, nem hiszem, hogy Va... Akkor még nem volt befutva. Hát nem volt. Uh Valahol el kell kezdeni. <laughs> Én Én el kell kezdeni. Az igaz, hogy a vasember kettőben jobban nézett ki, az ja. má, már kikupálódott egy kicsit. <laughs> az egyben, de már szerintem őt tinnek már itt a filmben, egy kicsit uh, idősebb volt, szerintem. Hát ilyen 17-18 körül van, nem? Nem tudom hány éves volt akkor fogalmam, most én csak megmondom ezt, nem tudom hány éves. De nekem, nekem, lehet, hogy csak lehet, hogy nekem volt egy ilyen sztereotípján vele kapcsolatban, hogy idősebbnek tűnik valamiért. Na mindjárt megnézem. Csak 10, 18 lehetett, igen, a forgatás 2002-ben. Fantasztikus kis Akkor, akkor, viszont, akkor viszont korai élet Kicsit <laughs> idősebb mint akkor. korában. <laughs> e, de pókokat jó tudott írtani. Na. Ja, nem is ő írtotta ki, amikor bement a szobába. Ja, igen, a, a, szabáján szabáján. a, szobás jelenet az is igen. kemény. Azt hiszem azt, fejbe, ahogyják megy be, igen, a hős lovaga, visszatérő bányász. kris igen. Bányász Ivanék. David Arkett, igen. De még az a klisé is, tehát az, a része is, hogy, 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 hogy tényleg egy visszatérő apa, apai jágon, az apa bolond volt, mert mindenki azt hitt, hogy bolond, de ő ott hagyta a fiatalon, aztán visszatér tudtad, hogy mi fog történni. Olyan gyorsan elindult a cselekmény, még olyan gyorsan elindult, hogy sejtetted, hogy mi lesz a végkifejlet, hova fog elfajulni, a bányák rosszat, a bányába fogodják kerülni. De mégis olyan, olyan, kis, olyan kis kellemesen pörgős volt a, a film is, és, és nem volt zavaró a sok java hang, java hangja volt meg e ilyenek. De jó, tényleg így, így jó volt ezt a Egyetértek, egyetértek. Készítőknek nem, nem titkolt céljuk volt, hogy, hogy ezeket a klasszik film, szörny, szörnyes filmekre ö, reflektáljanak, és hát nyilván azoknak egy ilyen, egy ilyen egyfajta ilyen kis, kis omás, több-több jelent, és azért ezek megjelen, megjelennek. És tényleg az, az, a nagy erőssége, vagy, vagy azért működhet szerintem a az egész film, hogy hogy tényleg van van önreflexiója, tehát mert mer magára nem komolyan gondolni, és, és önreflektív ilyen szempontból, tehát hogyha tényleg ezt véresen komolyan gondolták volna, és, és minden nagyon ott van, akkor ilyen. akkor ez egy, ez egy gagyi, akkor az úgy nem működött volna valószínűleg. De így, többször is vannak olyan mondatok, ami a, a kisgyerek is a, már azzal tálal a legelső körbe, ugye nyilván egy kisgyerek találja meg a bizonyítékot, hmm. és hozzá is mondja, de hát te úgyse hisztek általában a kisgyereknek. Igen, Igen, hát, hogy, tehát, hogy nem akar, egy másodpercig se akar komolyan menni magát, és ezért tud működni, szerintem. Igen, de ez azért milyen kemény, hogy kisgyerek olyan szinten fanatikus, hogy neki már, a, hogy is mondták ezt a szomszédokban, a személyi számítógépén már van egy olyan program, de ez még valami Commodore, ez nem is személyi számítógép volt. Van egy olyan program, amiben be tudja írni így arányosan, hogy az ember ez mekkora bók a lába alapján, az milyen. De azért ez, ez, azt vagy a gyerek írta magának, de egy ilyen program nincsen, az szerintem fix. De ez, ehhez azért nagyon, nagyon fanatikusnak kell lenni, hogy a, 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 pók, a pókláb méret alapján egy emberhez bizonyítva fölgrafikázza neked, hogy akkor ez a pók, ez pont akkora lehet. És ugye ez is érdekes, hogy, a, hogy ugye nem, nem hisznek nem hiszi el egy ideig senki, hogy nagyok a pókok. És a az ugye, ez, ahogy mondtad Norbi, hogy neki úgyse fognak hinni, akkor ugye amikor bemegy hozzájuk a pók, akkor ők már hisznek neki, hogy igen, akkor majdnem elvitte, vagy majdnem ezért megfojtotta a tesómat. De ugye a városnak a lakója azok így nagy részt nem, nem nagyon. Tehát ugye a, a, polgármesternek is elkezdi a strutcait kizabálni azért, ez az a nem tudom milyen pók, rejtekből támadó, de most már megnézem, hogy ennek mi, mert ez... De, 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 most gondolj bele az ő helyzetükbe. Szerintem ezt viszont tök jó visszaadták. Mert alapvetően, most gondolj, te is vagy, ha külnél, neked is az lenne az első, első ö, gondolatod, hogy, hogy egy óriás pokrohangál ott a környéken, nem minden másra gondol csak óriás pokro, nem lehet, hogy uforra, amorra <laughs> Jó, jó, ezt jó visszaadta szerint, ezt viszont jó visszaadták. De ez, ez, ez hasonló ugye, mint, a, mint az app, is, hogy ugye jön, a, jön a, a, meteor, de senki nem hiszi el meg, hogy ugye ez, ez most már 20 don't, a, don't, don't look up, don't look up, up post, igen. Hogy, uh -huh. hogy, ugye, mondjuk ez meg kicsit átalakult ugye mára, mert ugye most már a közösségi médiák eléggé tudják az embereket befolyásolni, de ugye a 2000-es években ez tényleg egy ilyen híradó, és ugye, hiradóba híradóba kell bemondani valamit, hogy az emberek elhiggyék. És ugye van az a jelenet, amikor már betörnek a pókok a városba, de még akkor sem hiszik el az emberek egészen addig, amíg nem látják a pókokat ugye rendesen közelről, hogy elzönlik a várost. És ez is szerintem jó a filmben, hogy ugye elindulnak erről a pókfarmról, bemennek a bányákba, és onnan a városba. Ugye a cigizős nőt is úgy viszik el, hogy beásnak a házába. Ez is amúgy... Őt, lát, őt látod, nem ette meg rögtön a pókbogyát. Na, na, ez, nem ez is, ez is öreg hús nem szereti, tudod, az öreg ja. a legnagyobb. a cikizős öreg, akinek már kb. 20%-a tüdőkapacitása, az túlélja az épókálóba, de sok mindenki meg nem. Egy pont azért nem értem, a pók, mert tele van nikotinnal, hallod? De nem a nikotint. Egyetett egy sanyarú időszakra elteszi az öreg lányt, tudod, hogy úgyse <coughs> sok minden volt. Vékony, kis öreg, még nikotinos, és nagyon van, az legyen vésztartalék a nehezebb időszakokra. Egyik a kövéreket, meg a sírosokat, tudod. Hát nem, hát ez most nem azt tennéd? Hát most oda tennének eléd egy csofat, kis húzdarabot, meg egy, egy új cupákot, melyiket tennéd meg? Először persze, egy cupákot tennéd meg. <coughs> Ja, ja, ja. De az egy, kicsit, az egy kicsit erős volt, amikor igen. És mi volt az első, hogy csinálják, cigi, hol a cigi? Igen, igen. De egy metán bányába, hogy de ezt, ten jól uh, játszott De ezt, ahogy így megy le az egy lámpával, és így lóg a cigi a szájából, azt, mindig, mindig szerettem azt a jelenetet, és hogy oh, hogy kutyus kell. Ja hogy, hogyha már kisállatok, akkor a serif helyettesnek talán neki volt a macskája. Jó, az igaz? is kemény. Fú, igen. Na, hát, ö, szóval az egy olyan, ez egy olyan része a filmnek, amikor azt mondtad, hogy Oké, okay, tehát hogyha véletlenül, nem tudom, addig talán még nem, nem esett le, hogy ez egy-egy, ez egy vígjáték, akkor onnantól ezzel. Beszéltük, hogy hangot adnak ki a pókok, hát ott kung fu hang, kung fu filmekből. Ütés vettek át voltak. És meglepte őket. És kung a jelenet volt. Hát az egyik legjobb, kijött a igen, a gipszkartonban kartonban a, a mintája, tehát hogy ott, ott szerintem ott masszívan elment pár millió a vizuális effektekre, de én ezt nem tudom, hogy ez kinek, meg hogy, és ki mondta arra, hogy figyelj, ez oké, ezt csináljátok, lelkalappált, ez Bennem is ott szembesült, hogy na ez itt tényleg egy vígjáték. Rend, rendező kiment szerintem kajaszünetre, aztán tovább vették ott a vicces operatőr, vagy valaki vicces, ott adjuk már Jó, benne. Nyomjuk meg srácok sővet. pénteken. Millióért. Vagy ne dobjuk ki ezt a snittet. Ja. Maradjon. És hát, hogy, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy ezután mi történt a filmben, akkor maradjatok velünk. Támogatóink nélkül nem készülhetett volna el ez a podcast. Köszönjük! Négy részes a Parallaxis univerzumának patreon.com per is. Ugye előződik a várost a pókok, nyifognak, meg aranyosan perregnek, púrognak, ugrálnak össze-vissza. Elme közben elmegy a serif néni, meg Krisz, elmegy a gyerekekkel, a, ez a sráchoz, aki ugye rádióba folyamatosan tolja, tolja a búsítet. és akkor bemondja, hogy most tudom, hogy hülyeséget szokott mondani, de ez most tényleg vészhelyzet, mindenki menjen a plázába ugye elkezdik az embereket terelni oda, és akkor ugye ez, az, ez, a tipikus ilyen amerikai káosz jelenet, hogy autók törnek össze, pókok mindenhol, emberek össze-vissza. igen. És vicces, hogy ugye a polgármesternek akkor se esik le. Tehát, hogy ott van egyedül a plázában, megeszi a hamburgerit, kimegy, és akkor örül, hogy ah, végre jönnek az emberek, de le se esik neki, hogy most miért özönlene ennyi ember oda. Hát kérdezz, igen, a, a te, hogy, csendes, csendes nap, és mondja, nem mindegyik amúgy ilyen, ilyen, tehát, hogy senki, ja. senki nem jár plázában, nagyon nincs túl, túl jó megítélése a, a helyüli lakosoknak a plázának, és akkor hirtelen elkezdenek oda csődülni, akkor az első, a, hogy a, a, így a szem előtt elkezdenek csilingelni, hát jönnek az emberek a plázában, végre, hát ez jó. Jó. plázában mi, mi a főmenü? menü? Mondtam, <laughs> hogy kény Jó van. Jó van. Te már Strutzot amúgy, mert én ettem. Én nem. 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 nem rossz, csirke íze van? Nem, nem, nem. Érdekes, hogy, hogy ugye hát ez már a hús is sötétebb egyébként, mint a, mint a, én, én, tehát a pújka és a disznó között van amúgy érdekes. Nem rossz. Kicsit ilyen erőse, meg kell rágni. <laughs> na, de pókok is, p -p pókok is szeretik, szóval rossz nem lehet még ugye visszatérve, amikor elmennek a serifék ugye a rádiós ráchoz, és akkor ott megjelenik a fő ellenség ugye a tarantula nagyrőnőt tarantula, ami ugye aránylag ugye ez nagy pók, és akkor ez a megnőtt pókok között is ő a nagy, az ilyen Tyrannosaurus rex benyomást kelt, nem tudom ti mit gondoltok erről tehát már csak az hiányzott a filmből, hogy a pohárba a víz így lötyögjön, mert az még illett volna az egészhez. De a Jurassic Park 2 volt? A kettő 3 volt a jelenet? A t meg a kontra lakókocsi? Az az 2 igen, 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 igen. igen, <laughs> az igen. Az olyan volt, Jaj, tiszta olyan volt, igen. tiszta volt. Igen, igen. Mindenki élőben hallotta a sikítozást, meg a lövöldözést, meg ahogy hívják, ugye védőadásban ment az egész igen, ja. és ugye ez a... Néző, hogy most mi van. ez a tarantula, ez genyó, mert ez segít a többinek, tehát ő egy, ilyen... ő egy ilyen segítő pók, amelyik ugye a többinek segít. Ez is amúgy fura, mert én szerintem ilyen nincsen a természetben, hogy a, a pókok szeretik egymást, amúgy, mert szerintem nem. Nem tudom, nem nem hogy összeengednél egy, egy darás pókot, meg egy tarantulát. Vannak ilyen videók, hogy mi történne, hogy ilyen különböző... Olyat láttam, hogy ilyen nagy tarantulaölő darazsat, meg száz láb, vagy ezer lábút összeengednek, és akkor melyik nyer interráriumban. Van, aki ezzel csinál YouTube csatornát. Na mindegy. É, <gül> Szegények, <laughs> nagy szegény tarantula, meg száz láb. Még nézik is az ember. Ja, ja, már. ja, Ez kemény. Biztos, biztos, hogy nem lennének elég egymással. Azt hát én, szerintem se de ilyen, azért ilyet, ilyet, ilyet a bógoktól, hogy majd segítenek egymásnak, meg ez, ez Igen, nem ilyen az... szintű kooperáció. Hát... hát de ki tudja, mi volt abban a zöld Egy intelligensebbek is lettek. Aha, Persze? jó. Ez ki az belefér, én. belefér. Hát, annyira jó, hogy <laughs> egyikünk sem érte ez. De beszélgetünk róla. Ja, valami nem fokszak fokszak értünk, fokszak értünk kellett volna igen hívni. De hát figyelj, mutagén. Vágyjuk azt, hogy mutagén. Tehát a ninja is lehet, hogy hívják beszélő technős, azok is megnőtek hány Így meg a patkány, meg a táj, ez is mutagén, ezek is megnőtek. Ki tudja, lehet, lehet, hogy aztán ugye az a volt különben. lehet, hogy, lehet, hogy a, a rádiós is ugyanebből tolt egy, egy kis kanállal. <laughs> Csak ő nem nőtt meg. Lehet. Nem, nála visszafele ment a dolog. <laughs> Aki az agya, összement ilyen dió méretűre. De viszont rohadt jó, hogy tele van fegyverrel, tehát ugye ezért is tetszett egyébként a film nekem régen is, tehát ez a tipikus pumpás sörétes. Annyira szeretem a filmekben, amikor ugye a, mossberg et vagy a Remington folyamatosan töltögetik. Tehát ugye a pumpás sörétest, amit alulról töltöget, és mindig-mindig ezért mindig felhúzod. És ez minden filmben úgy van, hogy ha, ha azzal nem lősz, akkor értelmetlen felhúzni, mert elvesztesz egy töltényt. De azt mindig, mindig felhúzzák, mielőtt lőnek, mert ugye az annyira vagány, hogy föl kell húzni. És mondjuk ez, ez szerintem elég hülyén van a filmben, hogy a pisztolya nem tudják lelőni a pókot, de a sörétessel messziről is le. Való életben nem ez van, mert a sörétessel pont, hogy a, csak a kisebb ragadozók katt futtába, vagy repülve, mert hogy ez, az, az pont, hogy így sokkot okoz bennük, de nem, nem az öl, hogy ugye van, van ez a bugshot, ez a, ez a 8 mm-es golyókkal telt sörét, de azzal se tudsz ilyen messzire lőni, tehát akkor inkább pisztolja, vagy... Hát figyelj, a költségvetésben már a fegyverszakértő nem... Hát az, az Találtak valamit a, a hátul. Ne van itt egy sörétes puska. Van az a jelenet, igen, amikor a sheriff asszonyság, nem is tudom, a autó tetején van egy pók, és akkor sörétessel tökéletesen lesz, nem tudom milyen igen. távolról. És a másik dologra meg példa, amikor, pont igen annál jelent, amikor nagy tarantula felborítja a lakóautóját a, a rádiós rácnak, és ö, ott van a serif helyettes, hát egy autónyi fegyverrel, és, és a kis-kis és a kis, 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 kis pisztolyjal a tarantra, ember, tehát hogy ott van egy kisebb hadseregnek meg kell a és akkor na jó, hát és ugye, és ugye, még, még tehát erre is szentel a film, hogy előtte konkrétan ez van, hogy szedi ki a rendőrös, a rakat fegyvert. Igen, akkurátusan, prostan, ott igen, van a ebből is, nagy abból golyós is. Puska, és nem, nem, is értem, hogy ezt miért tartjuk, végül is simán lelőnéd mindegyiket. <laughs> de te, neked mindegy, tehát. Jó, hát a serif helyettese volt a legélesebb kés a fiókban, a, a város fiókjában. A <laughs> Konkrétan ő is egy ilyen kicsit ilyen süsű volt, igen, nem igen. kicsit. Igen, az, az, az biztos. Az biztos a hogy rendőri el... állomány égköve. Most hát a rendőrök tűne, tényleg az volt. Most nem tudom, Igen. A plázás jelenetben van az, amikor utána kitalálják a, a rettentően intelligens úri emberek hogy föl kell menni, mert ugye nincsen térerő. Tehát ez is érdekes, hogy 2002-ben még annyira nem volt ugye sok telefon, és hát már voltak telefonok, de ugye most még az, hogy nem tudnak hívni segítséget, mert nincsen térerő. És akkor kitalálják, hogy fölmásznak a rádióadó toronyra, mert ott majd lesz térerő, és akkor ott sincs térerő amúgy, de fölmásznak. És pont akkor jönnek rá a pókok, hogy Á, föl tudunk mászni a plázára, wow! És akkor hangzik el ez a ez a fanta ominózus, fantasztikus mondat Chris szájából, hogy get back you eight legit freaks, ugye, és akkor most hoznám be ugye a fantasztikus játékot, amit mutattam nektek előtte, a Mérges Pókok című PC játékot, amit a, azért adtak ki, hogy még jobban népszerűsítsék ezt a fantasztikus filmet, és ugye ez, ez így kötődik a, kötődik a plázához, mert ugye a plázában játszódik konkrétan az egész van erről egy YouTube videó, akit érdekel, meg tudja nézni a Freddy D, vagyis játék partizán. Csinálta még, hát ez elég régi ez a videó. Igen, én nem is tudtam egyáltalán, hogy egy ilyen játékot is kiadtak már nyilván ez inkább egy ilyen kis demó, tehát ilyen kis áru kapcsolta ja, még ja. így a film mellé. Jó pofajdnek elmegy. Öm, igen, de azt akartam még mondani, hogy a címét is, a, az, az ilyen triviák szerint így kapta a film, amikor ezt az ominózus mondatot mondja az ék legit freaks. Ezett ugye a filmnek az angol az angol cím, cím és eredetileg talán nem, nem ez lett volna, hanem valami arach ami, ami valamelyik póknak az egyik ilyen támadása. De végül is lecserélték ezt a címet. Lenne mindegyik országba, de, de a Amerikába így jött ki. És ezt improvizálta ezt a mondatot David Arquette, de nem ő biztos. És akkor innen jött a címe. Hát ma is okosabbak lettünk. De is gondoljatok bele, hát most 2002-ben, most gondolkoztam ezen a mobiltelefon dolgon. 2002 vel akkor szereltem le utána, akkor kezdtem a dolgozni, és akkor vette az első Siemens M3, nem, C35 c 35 ös telefonomat. c 35 utána az M35, és akkor vagisztam, ugye, és porcsepp és ütés elő lett belőle, és én emlékszem, hogy milyen jó kis érintő kijelzője volt, semmilyen. De az jó kis monokrom kijelző. Ez volt az, ez, ami kettő minden... csík gomb volt, nem? És én, én, például soha nem tudtam, hogy mivel mit csinálsz a C35-ösön. Nem tudom, arra emlékszem, nekem mindig Siemens-en volt eleinte, azt lett egy Sony Ericsson de amúgy, mindig régen mindig Stevenson volt, az első is. mobiltelefon a családban az a hugomnak az Alcatel One Touch easy -e volt. körülbelül ilyen egy centis kijelzője volt, hogy csak a szám ja. volt rajta. Azt lehetett vele telefonálni, az Csácsomi És utána így belegondolok, hogy, hogy, bizony nagyon sokszor volt akkor azért az időszakban, hogy, 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 nem, volt, hát nem volt, országos lefedettség. Nem volt. Nem. Igen, vannak ilyen blind, blind spotok, Vác és Budapest között is, de csak a vonaton, hogyha mész, akkor van egy, van egy, egy pár kilométer, ahol nincs semmi. És ez, ez, ez az valami interferencia szerintem, mert az, ott biztos, hogy kell, hogy legyen valami. Mert lakott területen vagy, de még sincsen lefedettség. Szóval érdekes, érdekes dolog ez. De én emlékszem, hogy régen, amikor, ez 2002, én akkor jártam általános iskolába, én általános iskola végébe. Csak akkor voltak már az első telefonok, és emlékszem, hogy ott is az egyik osztálytársunk vagizott az apjának, ez a bunkónok, tehát tényleg a féltéglenokiával, aminek még olyan volt a antennája, ki kellett húzni, és akkor volt egy fél méteres antenna, és akkor járkált körbe, így azt hogy itt van térerő, itt néz térerő, és így néztük, hogy oké, és akkor most, oké, van térerő, jó, úgyse fog hívni senki. Szóval, igen. És amikor elmegy a térerőtök, de viszont kérját hogy csak segélyhívás van, akkor azt tudjátok hogy mit Tehát most van térerő, vagy nincs? Segélyhívás, de le fog jönni senki. Na jó, de akkor most van térerő, vagy nincs? Egy picit más rendszerben működik ebbe. egy kicsit benne vagyok ebbe a tér, tehát az ilyen segélyhívós. Én úgy tudom, hogy hogy egy picit más ö, frekvencián is dolgozik a segélyhívás, hogy az, azért az tud működni a, a telefonon, de mondjuk tényleg javítsanak ki, hogyha ha rosszul tudom, de én úgy tudom, hogy azért van csak segélyhívás, mert ugye az, az egy teljesen más elven működik, és annak működnie kell. Én, én úgy tudom, tudom már, az, biztos, hogy, hogy a segélyhívót azt tudod a más szolgáltató tornyain is keresztül használni, mert ugye nyilván nem tudnál vodafonosként t de a segélyhívó az, az, megy. Én, én, én így tudom. Mi azért, hát, hát, más, teljesen más várjuk, a, megoldást erre. Aki, aki tudja, az, az ne, ne tartsa magába. De amerikai kisvárosban az sem működik. Na de igen, de hogy visszatérve, tehát, hogy Amerikában meg egyébként ugye ez, ez hírhet, hogy az elektromos hálózat iszonyatosan rossz, és hogy na nagyon sok áramkimaradás van. Tehát, hogy, hogy, Európában sokkal jobb a lefedettség is, meg az, meg az áram ellátás, Tehát, és nagyon érdekes. Főleg, például, hogy a pókok megtámadják. ez hát a, a pókok, ugye, nem is beszéltünk róluk még. Az egy másik probléma. De ugye, önmagában én, én, ezt hallottam, hogy például egy pesti irodaházba, vagy egy amerikai cég ment, ott az amerikai erőírás volt, hogy két oldalról kell megtáplálni, tehát hogy ott, ott, még arra is, arra is mindig ügyelnek, hogy kettő oldalról legyen megtáplálva, hogyha egyik részén elmegy az áram, akkor a másik részén még legyen. Érdekes. Nagyon szerint kicsit nehéz ezt megoldani, de igen, meg lehetne, de az macerás egy kicsit a dupla betáplálás. Nagyon ritka. Az már nagyon speciális intézménynek hát igen, kell lenni, hogy dupla betáplálása legyen. Valami nagyon szünetmentett, Valami olyannak kell ott folyni, ahol mi nagyon bomba biztos kell, hogy legyen. Igen, tehát a pláza jelenet, ahonnan ugye a polgármester úr eléggé gerinctelen módon távozik a bányákon keresztül, mentve a saját bőrét, ez is eléggé ilyen klisé. Angolosan. <laughs> és hát utána pedig az egész uh, egész film egy ilyen, ilyen uh, menekülő és önvédelmi ankétté válik. Mindenki, mindenki keressen a barkácsborban, amit tud, meg fegyvereket kap a nép, és akkor öljük a pókokat és a naivitás, ahogy megállnak ott, hogy mi most föltartjuk <laughs> őket, mivel látfűrészre, bézbólütővel, És, az és, és és, olyan és, és Ugye itt vannak ezek a fantasztikus jelenetek egyrészt, ami, a, ami nagyon tetszik nekem, amikor a, Borbéi Borbély, Borbé bácsi, ugye, aki a vasvillában megy, akkor elkezd utána menni a sátor, és akkor idő után, észre, <gül> <gül> idő után észreveszi. Aztán megeszi őt a pók és ugye a láncfűrészes jelenet, meg amikor ugye a serif helyettes ezzel a fantasztikus mozdulattal be tigris bukfencezik egy lejövő ilyen elválasztó rács mögé, és akkor egy ilyen láncfűrészre elvágja a pókok lábait. és természetesen <ensejé> mindig <cinematic> a szájba kötke a póklik, az összes besőre. Persze, igen. És ez az, az a tipikus jelent is megvan, ugye, hogy menjetek, majd én feltartom őket, hátra marad, már azt hiszük, hogy neki vége, de pont megúszsz, és utána végül előkerül, és ő fogja megmenteni a többieket, ki, kinyit valami ajtót, mert nem is tudom, hogy van, de ott is igen, kis mondjuk, mondjuk, azért csináltak benne egy-két olyan jelenetet, ami, amire a horror jelzőt az rá akasztani mert ott azért a, az, keresik ott az embereket, ott a, bent az alagútba, ott a lógnak, meg a, kiszívott Én hát vázak, meg ugye azért fröcsög a vér rendesen, amikor leharapja a fejét, először megtalálja a kis ráca, úgy hívják, azért ott is azért elég durván néz ki a, a csávokat. tehát azért voltak benne olyan jelenetek, ami, ami miatt a horror igen. jelzőt azért tényleg rá lehet a filmre, mert azért akad bennem bőven, csak a mellette lévő volt, az szerintem jó kompenzálja az egész. Hát igen, és ö, aztán a végén, amikor ugye Chris, tehát aki elmérték, bánya mérnök, mert ugye a mérnöki tudásáról annyit, annyit mutat csak meg, hogy föl tud robbantani egy bányát. Tehát... <laughs> Nagyon ügyes vagy, kisfiam. Ezt, ezt is úgy, hogy egy gázlámpát, vagy nem, nem egy sima lámpát kiüt, tehát kitöri, és akkor utána, ami a legfontosabb, és szerintem elég nagy hülyeség, meg tudománytalan, odarak egy gyufát. Tehát elveszi a cigizős nőtől a gyufát, és kihagyja egy gyufát, és odarakja. Tehát ennek az értelme az, hát van, de nem sok. Tehát, hogyha valami, Ugye hogy egy gázkoncentráció olyan, akkor az nem kell egy gyufa. Ő magában ad egy szikrát a, a, lámpa, és attól be fog robbani. nem kell egy gyufa. Na mindegy, ő a mérnök, ugye ő tudja. Ő a mérnök. Azért ott volt egy-két olyan mozdulatsor, meg egy-két olyan dolog, amit a simán szik, csi, szikrát lehet csipolni, de ez már hatszor fölrobbant volna a bánya. Igen, <laughs> igen. Jó, hát ne vegyük el a sót. Nah, Persze. Ennyi. <laughs> ja, és akkor ugye Krisz, csak hogy ugye most végigmondjam a történetet, ugye Krisz felugrik a, a kis, a, a Ashley barátjától szerzett crossmotorra, kimenti a cigizősnőt nőt a póknak a, a, hálójából, ugye mert megtalálják a bányában ennek a daráspók anyának ezt a ilyen termét, ahol ott vannak a félig megemésztett, vagy Észak. még nem emésztett, ja. Ilyen emberi maradványok, és akkor ő vele pont ki tudnak jutni, és aztán pont berobban a bánya, és a pláza is felrobban vele együtt. Mondjuk azt, azt nem nagyon értem, hogy miért, de. Azt mondják, hogy ráépült a bányára. Ráépült a bányára. A bányára. Uh -huh. azt, mondják, azt mondják, hogy ráépült a bányára. Igen. Viszont egyet, egy, egy dolgot mondjatok meg. Lehet, hogy én mentem el a filmbe az egész, hogy hívják fölött. A főszereplő rásznak ki az öreg lány? Mert nem az anyja. Igen. Anyja? Nem. Tudjátok? Nem, nem ilyen, mert, nagynéni. Mert, én nagynéni, mert, ilyen én nagy Szerintem is én nagy néni, vagy ilyen, ilyen nem, jó nem akarom, tudom, lehet, hogy nem BS szerinti, hanem ilyen, tudom, mindenkinek a nagy Mert tudjátok, nagyon körbérnek mindent a filmbe, de érted, vissza érte. Tehát az ember azt hiszi, hogy az anyja. Vagy valami nagyon, valami nagyon fontos neki, mert ugye szereti meg mindent. Hát meg a srácod az osztja rendesen, hogy szedje le a szakállát. Igen, igen, és, és nem tudom, hogy kiért. Tehát én most lehet, hogy én nem figyeltem, és akkor kedves hallgatók kommenteljenek hozzá, hogyha valaki látta és tudja, hogy kinek a ki. De én, 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 most gondolkoztam rajta, hogy az, ki -e volt a nő. És fontos neki, de hogy ki nagy néni. Lehet, hogy nagy néni volt, mert ugye apjának, ne, de nem mondják így konkrétan, mondják hogy az én én. apjának a testvére. Mert ugye azt mondják, hogy az apja meghalt, meg az apja ott élt, meg a... Hogyha, de, de én, én nekem ez egy kicsit olyan hiányosságom volt, hogy lehet, hogy ez ennyi volt, de aztán lehet, hogy ezt megerősíti az összes kedves hallgató, hogy, hogy tényleg nem hangzik el, hogy ki -e neki. Csak ugye valakiért vissza, vagy akkor valaki nagyon fontos ember. Tudjuk, hogy nagyon fontos volt neki, mert ugye végig a őért aggódott, senki másért. Tehát a szerelméért, a, a, a te menj, nyugodtan legyenek meg a pókok, te vissza kell mennem a dohányzó néniért. Tehát, és azért visszamegy a, a legnagyobb hotják kellős közepébe. Nekem nem, ne, te, nektek sem, nincs meg, hogy ilyen, nekem nincs meg. Nekem, nekem nincs meg, de szívesen veszek bármilyen teóriát erről. Na de így az adás vége felé, akkor mondjátok el, hogy melyik mi volt az, ami legjobban tetszett nektek a filmben? Van egy olyan jelenet, vagy van egy olyan mozzanat, Norbi? Ö, nekem tényleg, ami, ami legjobban, ö, hát nevettem, az, az, a, az a gipszkartonos macska, pó, kárc, és, a, és a, a, lenyomata, hogy a kartonba így, így szépen így megjelenek, mert Addig még talán nem voltam 100%-ig biztos benne, hogy akkor ez most vígjáték lesz, vagy, vagy komolyan veszi magát. Óvatosan indult, és ott volt az a pont nekem legalábbis, amikor ez, ez teljesen letisztult, és akkor ott röhögtem rajta, és akkor jó, oké, okay, rendben van, akkor most már nagyjából be tudom lőni, hogy mi lesz, mert féltem, hogy, <laughs> hogy azt már mondtam, hogy nem ismertem őt a fél filmet, féltem, hogy egy ilyen nagyon gagyi, B-kategóriás ilyen tucat béna izé lesz, de, de hogy pozitívan csalódtam benne, és, és, így nem vette magát komolyan a film, és ez volt az az a jelenet hogy én is azt mondtam, hogy jó, oké, rendben van, akkor innentől kezdve ilyen szemüveggel néztem végig, és így tényleg, tényleg szórakoztató volt, úgyhogy nekem ne, 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 az, hát az, az, az a volt. Mondjuk azt azért hagyjuk meg, hogy azt szerintem az el lett ez a jelenet, mert hogyha visszaemlékeztek, hogy előtt, amikor a felesége turkál a, 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 a konyhaszekrényben, az elég para, amikor így valamit kivesz, és így ott van egy pókláb, tehát hogy akkor, akkor, még nem olyan nagyok a pókok, de már látod, hogy nagyok, és egy ilyen darás póknak a lába ott van, az azért elég para szerintem. Még úgy is, hogy, ne, hogy egyébként nem utálom a pókokat, nem félek tőlük, de azért, hogyha egy ilyen jó, ilyen macska nagyságú pók így velem szembe jönne, akkor lehet, hogy Hát figyelj, nem tudom megmondani neked, mi az a pók, pókember arány, ami még egészséges, vagy mi az, ami még azt mondom, hogy, hogy egészséges oké, és de, Hát méretekre, de hát, ja. olyat, amikor mit tudom én már, akkor mint egy macska, az, <laughs> már nem biztos. Azért, azért egy, egy pókot, még egy ilyen jó erős bakancsra azért még rá tudsz rúgni, meg meg uh, tudod taposni uh, Hát akkor én már futnék. Az... <gül> <gül> vagy elő a vasvillát. Ja, vagy egy lapáttal így ki tudod trancsírozni. Valaholva megmondom őszintén, nekem is az a jelenet volt, amikor ilyen, ilyen... és, és megmondom őszínű, nekem a sátras még. Nem tudom, ez ilyen klasszik komik jelenet volt. Tehát az az, az igazi vér, ízik, végig megyek, megmozdul, meg áll, igen. Megmozdul, meg áll. de akkor is az olyan, hogy tehát az maga az öreg is, az aranyos volt. De jó, előbb a szava járása előjön, de az olyan, az, olyan, az, olyan, az olyan kis helyes jelenet volt, a, nekem az úgy, az úgy tetszett, a, amikor így ment utána. De pedig még tudtuk, hogy mi fog történni, mert sejtettük, hogy mi fog történni, főleg, amikor megmozdult a sátra, akkor aztán meg Hát igen. igen. De ez, a, borbé bácsinak vicces volt az előző jelenete is, amikor ugye be, bezárja a boltot, és akkor ott van benne a az a haverja, vagy, vagy Igen. ki az, hogy ott ül, ül nézi a tévét, és akkor így végignézi, hogy De már az, van mögötte, Igen, már, már a szép mögött, a, a, sarokba. Ezt így végignézi, aztán... Ja. Meg, meg tudja, végén bejött a az egész filmnek az ázéje, hogy mit talál a legvégén a gyerek? Hát megtalálja az apja által, megtalálta a tallért, erre egy bocsánat, tallért, tellért, <laughs> és akkor happy ez a féke, és boldog a város, mindenki, mindenki boldog, és mindenki gazdagodik a városban. És ezt nem tudjuk meg, hogy most tényleg minden pókot maradt lent? Mert, mert nem minden pók volt benne a bányában. Tehát oké, okay, hogy most honnan tudják, hogy minden pók utánuk ment? és nem volt egy-kettő, amelyik mondjuk még mindig a struccokat eszi. Mert azért szerintem egy struccot megenni, tehát egy strucc az nagy. Hát addigra jött a... meg ott volt a végén a hadsereg is, nem? Végén nem voltak katonák. Jöttek, de... rendőrök biztos szerintem de... Rendőrök, igen, 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 hát akkor meg már. Erő és tűzerő fölényben voltak. Hát, ja, igen, igen. Nekem amúgy még, ami tetszett, nagyon jelenet, Ugye, amit mondtam, amikor ugrat a motor, és lerúgja a pókot, utána van egy olyan, hogy átmegy egy kamion előtt, egy ilyen benzinszállító kamion előtt, és ez, ez kisodródik, úgy, föl is robban. És ugye a pókok neki mennek, és föl, is gyúladnak a pókok, és akkor a srác mondja, hogy leráztam őket. Na és utána elkezdenek kiugrani az égő pókok a kamionból. Na, az is nagyon kemény. Tehát <síthat> az ilyen, ne. <gül> <gül> ja, Ugyan. és te ne elkezdtek az égépók. <laughs> <laughs> ez egy klasszik vígjáték volt. Ez... Kicsit, kicsit, kicsit nekem ilyen, ilyen, tudod, ez a fuszeklik fejedelme, meg a nürgolyhók feelinget nyomja, hogy vannak bizonyos dolgok, horror, minden, azt kifigurázunk, de kőkeményen. Ja. Ne, ne, nekem rögtön kicsit ilyen. Én majdnem az a korszak is ám különben, ez, ez, az ilyen űrgolyhós, puszeklik fejedel, <laughs> nagy durranás, nagy durranás kettő. Mert egy kicsit, kicsit mint azokra a rész, is hajazna, hogy egy klasszikus, a arachnofóbiát egy kicsit, kicsit ki, kiparodizálja. És azért elég rendesen toltak benne vígjáték elemeket, úgyhogy... Úgyhogy én szerintem le, lehet, hogy egy picit az is motiválta ez, a, ez az éra, ezek mind körülbelül abban az időszakban voltak. Volt, van a kis srác, Scott Terra a neve, és azt néztem, hogy ez a srác azért nem sok filmbe szerepelt, tehát 98-ban kezdte a pályafutását, és 2002-ig még valamiben volt, aztán így, így befejezte, de nem. Bocs. Nem, mert 2010-ig még nyomatta, akkor ezt valahogy elnéztem. Na mindegy akkor hát nem be, akkor nagy karriert. <laughs> nem nagy karriert futott be, de de hát mondjuk, ja. Hát ugye csak ott van például az Scarlett, aki meg azért egy nagyobbat. De hát ugye kell szerencsés is az élethez, tehát. A főszereplő sárc is azért nem kevés filmbe szerepelt, tehát jó, nem egy A kategóriás, mint a Scarlett Johansson, meg azért volt egy-két ismerős arc még benne, például a Otya is elég sok filmbe szerepelt, ugye a, a polgármester. És Igen, ő is általában Igen, ilyen, Igen. ilyen másodvonalbeli karaktereket ö, alkotott mindig ezzel a nagyon ritka, hátrafésült hajával. Igen. És őt is nagyon sok filmben Érdekesnek Érdekes filmben neki látom. Ez az arc, -arc berendezkedése, nagyon-nagyon mm. egyedi annak az emberkének. Hát ugye a Sheriff asszonyt is játszó uh, Kerry uh, Kerry Wurer ő a, a Sliders-be volt például, onnan a látott ismerős. Mm. Szóval aki a, a polgármestert játsza, ő van benne abban a filmben, aminek a címét még mindig nem tudom, és ezt múltkor már, amikor a tremors akkor is mondtam, hogy ezt úgy kibeszélném, az amikor ez az óceánjárót megtalálják, és ott, ott valamilyen nagy ilyen, ilyen szerű lény van benne, és e, ezt az embert, ez az ember benne valamilyen főszereplő, vagy valami, és ezt megeszi, utána kiköpi, és így mutatja a kezét, és így hiányzik, csak csontok látszanak a kezéből, az ugyanez a színész nem tudom, hogy melyik az a film. Halálhajó? Halálhajó, halálhajó csak halálhajó. most, rá, most rákerestem a halálhajóra, és a halálhajó az Itt egy másik. Több más halálhajó így, van. Több halál, ez, ez egy, ez egy 97. Nem nem hát... több halálhajó. Van egy science fiction, ami az Igen. játszódik, ugye a, 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 a szemnéles. Igen, szemnéles, de az én nem arra gondolok. De gondolom. van egy halálhajó, ami tengere játszódik. Én a, ten, a, tengeres halálhajóra gondolok akkor. Hmm vh sen néztem, és ott abba ez az ember játszik, tuti. Az Ars Memoriam jó, mert a név az annyira nem, azt már mondtam máskor is. Élveztétek, nem élveztétek, lehet-e még ilyen filmet kibeszélni, mit gondoltok? Én olyan parába indultam el, mert mondom, én nem szeretem a horrorfilmet. Tehát nálunk, nálunk egy generáció ugrott a horror szeretete, apám szerette nagyon a horrorfilmeket, és a kislányom. Tehát, és, és, egyszerűen, egyszerűen nem, tehát egyszerűen nem, 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 nem bírom őket megnézni, egyáltalán főleg az a tucsogos, véres horrorfilmeket, és tényleg úgy futottam neki, hogy ó, horror, jó, meg kell nézni, nézzük meg, hogy és mondom, párom meg látta, és mondta, hogy nézzük meg, tök film, nem lőte le, egy vígjátékszerű, és akkor még néztük, hogy hát, ez egy vígjáték, <sítható> 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 és, 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 és nekem, nekem úgy egy ilyen kellemes, kellemes csalódás volt, és mondom, végén nekem, ilyen, nekem ez a, ez a kicsit ilyen nagy duranás űrgolyhós feeling maradt meg bennem, hogy egy picit arra hajazott ez a, ez a, ez a film arra fele ment de annak el, annak hogy nem volt annyira éles, mint a Mel Brooks féle feldolgozások, mert az az közelében nem volt, de, 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 de tényleg nézhető kellemes kis film volt, és ahhoz képest, hogy mondom, úgy, hogy horror, tehát úgy is most mindenhol fönt, hogy horror, skifi, és én pont a halál említett szemnéles halálhajóval jártam így, hogy úgy mentem be a moziba, hogy skifi, azt én, aki nem szereti a horrort, tudjátok, hogy jöttem ki ilyen. Ki kellett hozni. Nem, és... Hát majdnem, majdnem, nem, nem, annyira azért nem. Annyira azért nem de úgy jöttek, meg belém 30 ember a moziba, bent álltak a régi kosút moziba, és úgy jöttem, én a legszélén ülök mindig a moziba, úgy jött mellém 4-5-10 emberbe, hogy nem tudom, mikor jöttek be. Áltak mellettem, vagy még 10-20 álltak a moziba, mert akkor még be lehetett így jutni, meg annyira kíváncsiak voltak, és nem tudom, hogy hogy jutottak be a filmbe. Tehát nem tudom, mikor jöttek be. Foga, csávókkal meg az első sor előtt így aludik. Ez a film nem aludni. Na azért mondom, hogy én nem szeretem az ilyen horrorfilmeket, ha lehet, elkerülöm őket. És, és, amikor tudom, hogy nézzük meg ezt a helyet, hogy Jézus Isten körül, hogy mire vállalkozott, hogy jó, úgyhogy úgy, hogy négy, négy, napig nem alszol, hát nem volt ilyen problémám. Úgyhogy áll a jó meg, De nekem tényleg nagyon kis kellemes, kis csalódás volt ez a film. Norbi, megnézem még egyszer. <súr> Nekem is hasonló igazából. Nem, nem ismertem őt a filmet, úgyhogy, úgy voltam vele, hogy mindig szeretek új, új filmeket nézni. nyilván nagy kevenceket azért szoktam ismételve megnézni, újra előveszem, de hogyha van lehetőség új film, akkor azok bármikor jöhetnek, úgyhogy úgy álltam neki, hogy ez még kimaradt. És azért nyilván helyén kell kezelni, szóval ez egy ilyen jó fajta B kategóriás kis, ilyen kis bűnös élvezetnek mondanám. Ö, rosszabbra számítottam, úgyhogy, úgyhogy ajánlom, aki tényleg ezeket a stílusú filmeket szereti, és esetleg én azt is, hogy, hogy amikor nem veszi magát túl komolyan az anyag, mert mert akkor tényleg lehet így vele, vele együtt együtt így, így röhögni így a filmmel, mert hát de jó volt amúgy amúgy és, és egyébként iszonyat jó keretben van foglalva a film, mert ha emlékeztek a végén ugye ugyanez a kicsit uh, uh, tudatmódosító alatt levő rádiós fejezi be az egészet és így befordul, befordul a kamerába tehát így elgondolkozol, hogy mi van, ha ezt ő csak elképzelte, egy kicsit több bélyeget nyalt le, mint kellett volna, és akkor így ezt így elképzelte magának, és így ezt ő csak letolt egy adásba. És mi volt a végén? Mi volt a, a szájó? az aranyfog? Az igen, igen. Igen, és az, hogy akkor mégsem, mert nekem is egy pillanat terejéig átfogott az agyamon, amikor amikor pont ez az utolsó jelenet volt, hogy lehet, hogy ezt az egészet amúgy kitalálták. Lehet, hogy az egész, tudod, egy ilyen nagy összeesküvés elmélet, és a város lakói, nem tudom, biztosítási csalásból, vagy mert utalják a polgármester felrobbantották az egész plázát, csak azért, hogy nem tudom, valami biztosítási pénzt jussanak, és az egész építették a storyt, benne van a rádiós is, és ezt ő előadja. És lehet, Vagy tényleg a földön kívülre jöttek, és pókoknak van átszázva az egész sztori. <coughs> és akkor, hát ott az aranyfoga, szóval van, csak találtak, hát nem tudom, szóval... <coughs> nem semmi, hát köszönöm szépen, szerintem nagyon jó, nagyon vicces adás volt ez is. Új Vájcán podcast legközelebb április 10-én jelentkezünk majd, műsorunkban pedig az Arnold Schwarzenegger főszereplésével 1985-ben készült Kommandó című moziról beszélgetünk majd. Addig is további kellemes podcast hallgatást kívánok. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolépresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.